Megmondom őszintén, hogy srácok, nem tudom, hogy hol kezdjem. Szóval ez nekem is egy sok. Még felszállás előtt akkora? Hát nem, hogy biznisz ülésünk van, vagy biznisz helyünk van, hanem konkrétan van egy saját kabinunk. Hát ilyet még csak videóban láttam. Sziasztok srácok, hatalmas szeretettel köszöntek benneteket innen Dohából egy elképesztően hatalmas vadiúj tengerjáróhajó. 15. Mivel elindulunk a reptérre előtte, nagyon fontos, hogy elmondjam nektek, hogy ez nem egy szponzorált videó, de mégiscsak szeretnék hatalmas köszönetet mondani az MSC-nek. Az MSC-nek, hogy meghívtak ennek a vadi új, hatalmas tengerjáróhajónak az átadójára, amin jelenleg is vagyunk. Oké, az igazi átadási ceremónia az egy kicsit komolyabb volt. Na de srácok, ez a videó tényleg nem erről a hajóról fog szólni. Az a helyzet, hogy terveztük már Barnival, hogy elmegyünk egy ilyen hajóútra, és sok-sok tervünk van a forgatással kapcsolatban, úgyhogy ezt nem akartam még ezen a trippen ellőni. Viszont Instagramra csináltam ilyen kis mini reels videókat, ilyen mini vlogokat, úgyhogy ha rámentek az Instámra, akkor ott megmutatok nektek pár extra dolgot a hajóval kapcsolatban. Nem is mondok erről többet, Instán ott vannak a kis mini videók. Most viszont, mielőtt indulunk a reptére, még egyetlen egy dolgot hanyítassak meg a hajóval kapcsolatban, amit azért nevezhetünk egy elég különleges dolognak. Sokszor mondtam már, hogy a tájékozódó képességem az hát nem a legjobb, ez tényleg így van, ha A-ból B-be elmegyek valahol a külföldön, akkor B-ből A-ba visszatalálni, hát nem mindig sikerül. És ez a hajó, olyan hosszú folyosói vannak, és olyan labirintus az egész, oké, vannak jelek, hogy merre menjen nagyjából, de higgyétek, hogy így is el lehet tévedni. 3 nap kellett ahhoz, hogy ezen a hatalmas hajón kiigazodjunk annyira, legalábbis én kiigazodjak annyira, hogy úgy ne tévedjek el, és mondjuk le akarok menni az étterembe, akkor tudjam, hogy merre kell menni. Így elsőre gondolhatnátok, hogy egy ilyen sétáló utcában vagyunk, és végül is ott vagyunk, viszont ez a hajónak a 8. emelete, tehát nem is legalul vagyunk, és amit meg akartam mutatni nektek, az, hogy itt előttem van egy csúszda, amin keresztül bárki a 20. emeletről egészen a 8. emeletig bármikor lecsúszhat. Menjen! Jaj! Ez nagyon jó! Na ez megvolt! Irány a reptér! Jó volt? Igen, nagyon jó. Kívülről még mindig? Na, mekkora kívülről? Jézusom, ezt nézzétek srácok. Belül ezt nem érzed? Nem. Hogy ennyire nagy. Jaj. Na, van egy privát buszunk. Igen. Jó, melegen van. Meleg van, de nem szeretek búcsúzkodni így a helyektől. Na mindegy, viszont most ez a videó nem erről szól. Az a helyzet, hogy utaztam már párszor bizniszen, majd mondok praktikákat, hogy lehet egyébként olcsón bizniszen utazni, mert egyébként egy drága dolog. Viszont azért érdekes a mai videó, mert amilyen bizniszen ma repülünk, és amilyen bizniszláncsot meg fogunk látogatni, az nagyon-nagyon különleges, ugyanis a Qatar Airways már 7-szer megnyerte a világ legjobb légitársasága díjat, vagy címet, ezen kívül pedig a lounge rész, tehát a bizniszváró is már többször megnyerte, hogy a legjobb bizniszváró a világon. A legjobb bizniszváró a világon címet. Úgyhogy ma ezt fogom nektek megmutatni, hogy néz ki. Kb. 1 óra 20 percén a reptér, és onnan folytatjuk. Business class. This way. Thank you very much. Good evening, sir, madam. Welcome. Good evening. Where are you traveling to? Hungary. Hungary? Thank you.
Good evening. Hát ez már a belépésnél is durva. Amikor business jegyed van, vagy first class jegyed, akkor van egy külön sor businessre, meg első osztályjegyre, és akkor oda be tudsz állni. Itt viszont Dohában egy külön ajtón kell bemenni, és egy reptérnek egy elkülönített részére kell bemenni, ahol külön van business, és külön van első osztályú kiszolgálás. Úgyhogy jelenleg most itt vagyunk, várunk a jegyünkre. Nézzétek, hogyha ott lehet check-inelni azoknak, akiknek normál jegyük van, és itt van egy külön kis ilyen terminál, ahol mi be tudunk check-inelni. Nagyon. Hú, srácok, hát ez a lounge részhez tényleg nagyon-nagyon extra. Hát konkrétan akkor a business váró itt Dohában, mint egy kisebb repülőtér, vagy hát egy terminál. Rengeteg része van. Először is, ahol most mi vagyunk, ez az ilyen csendes pihenő része, csak egy kisgyerek most ordibál. Viszont ez egy ilyen pihenő része, ahol most ülünk. Ott van egy étterem rész, ahol fel lehet menni. De ezen kívül meg mögöttem itt is van egy nagyon-nagyon nagy étterem rész. Ott is van egy étterem, ahogy mondtam, ott voltunk előbb. És itt van középen még egy harmadik étterem, hogy még véletlenül sem maradjunk éhesek. Good evening. Oda üljünk. Jó, az jó. Nem? De. Hát először is olyan, hogy egy étteremben lennénk. Van egy menünk így QR kódosan, mondjuk ezt már megszokhattuk a Covid miatt. Hát igen, mivel nincsen. And the Greek salad. And I'd like a double jam. Fú, te adlak. Én főztem. Ma te főztél? Igen. Jó étvágyat! Köszönöm szépen! Eddig életemben British Airways-szel, Emirates-szel, Air France-szal, KLM-mel és Lufthansa-val repültem bizniszen. Nem véletlenül nyert azért a Qatar Airways egymestán 7-szer világ legjobb légitársaság a címet. Biznisznek az előnyei nem csak az, hogy van egy ilyen bizniszváró, ahol ingyen eszel, ingyen iszol. Általában egyébként svédasztalos a kiszolgálás, itt viszont rendesen beülsz, és mint ahogy előbb is láthatátok, mint hogyha egy étteremben lennél. Rendelsz az étlapról, kihozzák az innivalót, szóval, hogy kb. Semmit nem kell csinálnod, és tényleg hatalmas. Amit egyébként egy ilyen business upgrade vagy business jegy tartalmazni szokott, az, hogy sokkal több podgyász feladhatsz, nyilván attól függ, mekkora géppel repülsz, hova repülsz, de általában 2-3 nagy feladható podgyász benne van a jegybe. Felvihetsz a gépre 2-3 kis kézi podgyászt per fő, és ugye benne van a bizniszváró, és utána fent a repülőn, ami engem a legjobban lázba hoz, fent a repülőn a kis, nem is kabinod, mert azért nem kabin, mert nem első osztály van ilyen kabin. Hát egy ilyen kényelmes, átgyalakítható kis, hívjuk kabinnak, de nem zárható kis kabinod van. Kicsit szívás lesz a mai nap, mert 2 óra 40 perckor szállunk fel. Nem is tudtam, hogy van ilyenkor még gép, azt hittem, hogy az ilyen éjfél körül, így mint Pesten éjfélkor sehova nem megy senki. De itt van, úgyhogy hajnal 3-kor fogunk, vagy éjjel 3 is hajnal, még éjjel 3-kor fogunk felszállni, és az időeltolódás miatt reggel 6-ra érünk oda. Hogy tetszik? Nagyon jó. Ha mit, hogy lenni egy saját kis szobád? Igen, el is félek. Jó lesz. Sorry, actually, you have a bottle of water there, and amazing. Your headset is still here. Thank you very much. Thank you. So just a rotation pin for yes. You. Thank you. Még felszállás előtt, akkora? Nem, hogy biznisz ülésünk van, vagy biznisz helyünk van, hanem konkrétan van egy saját kabinunk, illetve mi középen ülünk, viszont mind a kettőnek van egy saját kabinja, és mindenkinek van egy saját kabinja. Itt is be tudjuk húzni. Bye. Ne. És ez ülve, oké, hogyha állsz, akkor belátsz, de hogyha ülsz, akkor tényleg olyan, hogyha egy saját kis privát kabinod lenne a repülőn. Jézusom! Hát ilyet még csak videóban láttam. Thank you. Az a helyzet, hogy felszállásnál általában izgulok, mármint, hogy egész repülés alatt izgulok, de felszállásnál extra izgulok. Mindig leszoktam húzni a sötétítőt az ablaknál, hogy ne lássak ki, amíg felszállunk. Fent már nem érdekel, de amíg felszállunk, azt nem bírom nézni. Viszont itt látom, hogy konkrétan merre haladunk, meg hogy fogunk felszállni egy kamerán keresztül, mert most középen ülünk, és középen ugye nincs ablak. Így is ijesztő, de egy picit így olyan érzés, mint hogyha egy szimulátorban ennék, és repülőszimulátorokat imádom. Ez egy picit így olyan érzés, így képernyőn keresztül, mint hogyha a szimulátorban ennék, és így annyira nem ijesztő.
kezdjem. Szóval ez nekem is egy sok. Kezdjük mondjuk a privát szférával. Soha életemben nem voltam olyan bizniszen, ahol ennyire megvan a kis privát szférád. Szóval az a helyzet, hogy beülsz a kis kabinodba, és bár mi most középen ülünk, nem az ablaknál, tehát hogy most egymás mellett ülünk, itt van mellettem Ré. Ennek ellenére mind a két oldalról teljesen be tudjuk zárni a kis kabinunkat, és ahogy ülünk, teljesen olyan érzés, mintha a saját kis szobánkban lennénk egy repülőn. Itt van két gomb, hogy látjátok, de ez csak akkor működik, hogyha egyszerre nyomjuk. Ami azért praktikus, mert ha nem egy olyan ember ül melletted, mint például nekem a barátnőm, hanem egy ismeretlen ember, akkor nem tudod lefelnyitogatni és átlesni a másik oldalra, hanem egyszerre kell megnyomni, és mutassuk meg milyen. És ha egyszerre megnyomjuk, akkor szépen elindul felfelé. Ez a fal. És ez még semmi, mert a másik oldalon... Mert a másik oldalon itt van egy ajtó, amit be tudok csukni. És így konkrétan a saját kis szobámban ülök egy repülőn. Jézusom! Következő legyen a lábhely. Hát a lábhely az kb. Ugyanolyan, mint a többi repülőn. Igazából egy lyuk, ahova be tudod rakni a lábad. És igazából le is tudsz feküdni, ha szeretnéd. De nem csak, hogy le tudsz feküdni, hanem van egy csomó gomb itt mellettem. Ha például megnyomom ezt, akkor... Ez elkezdi átalakítani az ülésemet fekvő pozícióba. Szóval nem tudom, mennyire látjátok, de éppen megyek lefelé. A lábam az teljesen ki van nyújtva. Én pedig fekszem, úgyhogy igazából ebben a pozícióban lehetne aludni. És akkor lássuk, mi van mögöttem. Először is van egy lámpa, amitől még jobban úgy érzed, mint hogy a saját szobádban lennél, de van itt egy ilyen kis, nem is titkos, de itt van egy ilyen kis rekesz, ahol van egy fülhallgató. Ezen kívül pedig van bent még egy víz, amiben lehet, hogy már beleittam felszállásnál. Itt ez nem csak egy irattartó, gondolod, hogy ide ezt be tudod rakni, és ez nagyon itt van, mert bármikor valami nagyon fontos dolgot nekéne jegyzetelned, akkor azt ki tudod menni, de nem, hanem a telefonodat be tudod ide rakni, és vezeték nélkül tölt. Milyen apróság, és mégis milyen praktikus. Sem tudják, de ezeket a füldugókat nem úgy kell bedugni a fülbe, hogy csak így berakod és akkor kicsit benyomkodod, hanem össze kell őket nyomni icipicire, be kell rakni a füledbe jó mélyre, és ő szépen lassan ki fog tágulni, és hogy kitágul, úgy fogja teljesen kizárni, nem is teljesen, de kizárni a külvilágnak a zajait. Ezt egyébként még amikor a FarmVIP-ban voltam, és elmentünk ilyen sportlövészetre, ott tanították meg, hogy hogy kell ezt berakni, és most már bal fülemre például is hallok. Szóval a párna, a takaró, a víz mellett adnak még füldugót, és adnak még szemfedőt, hogy könnyebb legyen aludni. És akkor jön a következő extra business osztályon, ami nem más, mint az étlap. Tulajdonképpen kapsz egy étlapot, ahol tudsz választani a különböző ételek közül, ki tudod választani, hogy milyen előételt, milyen levest, milyen desszertet, milyen főételt kérsz, és ezeket felszállás után kihozzák. Neked van, amikor felszállás után kérdezik meg, most felszállás előtt kérdezték meg. Ezen kívül van még itt még egy lap, gondolom itallap, borlap. Viszont ahogy megrendeltél a menüben, azt valahol el is kell fogyasztani, és ehhez van itt előttem egy asztal, de nem egy pici asztal, nem egy ilyen pici megszokott asztal, hanem... Oh, thank you very much. No worries. Hanem konkrétan egy olyan nagy asztal, amin az összes étel, amit rendelsz, egyszerre is elférne. Ja igen, felszállás előtt mindig kapsz egy pezsgőt, vagy igazából kérhetsz narancslevet, vizet, bármit, amit éppen kívánsz, plusz megkérdezik, hogy felszállás után, ahogy felszálltunk, utána rögtön mivel szolgálhatnak ki. Én imádom a paradicsomlevet, nagyon kevés ember van, aki szereti, sőt az összes barátom kb. El tudná hányni magát tőle, de én mindig kérek paradicsomlevet, egy kis Coca-Colát, és akkor már csak egyetlen egy dolog maradt ki, méghozzá az előttem lévő kijelző. Igazából ezzel a kontrollerrel tudod irányítani a kis kijelzőt előttem. Valami játékot indítasz el, akkor tudsz ezen játszani, fel tudod kapcsolni a lámpát. Lehet hívni a légutas kísérőt, de tényleg egy picit úgy néz ki, mint egy Xbox kontroller. Ez egy kontroller a nagy kijelző, amit amúgy kézzel is elérsz, és... Ez igazából nem csak bizniszem van, hanem hogyha hosszú útra repülsz, akkor általában van ilyen kijelző, csak nem ekkora, hanem kicsit kisebb szokott lenni. Meg tudod nézni, hogy hogy repülünk, illetve lefele is, csak ezt én nem nagyon bírom. Meg most annyira nem is látszik. De van két kamera a gépen, egy ami előrefele néz, egy ami lefele néz. És látod, mint hogy a szimulátorban lennél, hogy belemegyünk.
De van. Ez is egy új dolog, mert a gyereksírás az nem mert az régi volt. Viszont rám szóltak, hogy kössem be az övemet felül. Hát mondom, ez egy felül, hát mindig itt a, lent a derekamnál kötöttem be. De nézzétek el, és én még tényleg nem láttam se, hogy itt van egy rendes olyan öv, mint egy biztonságéd az autóban. Innen felülről be kell kötnöd, hozzá kell. Ugyanúgy vagyok bekötve, mint hogyha autóban lennék. Még egy dolgot akartam nektek mondani, srácok, így az út végére, hogy egy jó taktika így a bizniszhez. Nyilván sok mindent magába foglal, viszont elképesztően drága tud lenni, hogyha előre veszi meg az ember. Viszont, ahogy én eddig utaztam, ezt most kaptam az MSC-től ezt az utat, úgyhogy itt nem kellett érte fizetnem, de amikor esetleg én bizniszen utazok, akkor ezt úgy szoktam csinálni, hogy megveszem a sima jegyet, mindig vadászok, hogy minél olcsóban megöljük a sima jegyet, és amikor ott vagyunk a reptéren, először amikor a bőrönünket leadjuk, ott megkérdezzük, hogy lehet-e upgrade-elni a jegyünket bizniszre, és ott pár olcsóbb, ugyanis pár szolgáltatás így nincs benne a jegyárban, és ha ott azt mondják, hogy ott nem lehet, vagy ott megint drága, akkor meg szoktam kérdezni a repülőn, amikor már felszálltam a repülőre, hogy esetleg tudok upgrade-elni bizniszre, mert ugye akkor már nagyobb csomagot nem tudok feladni, a lounge-ban nem tudok menni, tehát egy csomó szolgáltatás kiesik, és sokkal olcsóbban meg lehet venni a biznisz egyet, úgyhogy ha valaki hosszú útra megy, és szeretne kényelmesen utazni, és bepróbálkozna ezzel, ezeken már sokszor bejött, úgyhogy ez egy jó taktika. Sajnos a kiköszönés az elmaradt a repülőm, úgyhogy srácok, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem ma is, ne felejtsetek el feliratkozni, követni Instagramon, követni TikTokon, és hamarosan találkozunk a következő videóban. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!